Karácsonyi ötletbörzére hívta a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára az érdeklődőket. A rendezvény kitalálóját az ünnep inspirálta. Szerette volna a könyvtár számos karácsonyi könyvét, dokumentumát bemutatni. Úgy gondolta, lehet, hogy ezeket a polcokon nem kezdik el keresni a látogatók, ha azonban összegyűjtve kiállítják mindet, akkor biztosan talál mindenki magának valót. Tulajdonképpen a karácsonyra készülődve gondolkodtam azon, hogy hogyan is lehetne a könyvtárban fölhalmozott karácsonyhoz kapcsolódó dokumentumokat, tárgyakat, ajándéktárgyakat bemutatni. Tehát egy ilyen tematikus összeállítást képzeltem el. Ennek megfelelően az asztalokra kipakolva számos könyv, film és CD-t árult az érdeklődők elé, amelyek között gyermekek és felnőttek egyaránt szétnézhettek. Nem csak a könyvtár kínált azonban ötleteket. Volt, aki különböző technikákkal készült ékszereket, ajándéktárgyakat hozott, és azt is szívesen megmutatta, hogyan készültek ezek. Én elsősorban ékszereket szoktam készíteni, úgyhogy most is ezeket hoztam. Különböző gyöngyfűzéses technikákkal, illetve függönyzsinórból készítek ékszereket, illetve arra törekszem általában, hogy meglévő alapanyagokat használjak fel, tehát minél környezettudatosabban oldjam meg. De volt itt dekupás technikával készített ékszerdoboz, gyertya és pohárlátét is. Számos apró ajándéktárgy, ékszer, karácsonyfadísz elkészítését tanulhatták meg, de recepteket is cserélhettek a könyvtár vendégei. Sőt, olyan internetes oldalak listáját is megkaphatták, amelyek még több ötletet kínálnak az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Van a környezetünkben nagyon sok olyan ügyeskező ember, akik akár ajándéktárgyakat tudnak készíteni, akár finom receptek vannak, vagy sütni tud. És úgy gondoltam, hogy adjunk lehetőséget arra, hogy ezek az emberek is megmutathassák magukat, elhozzák a saját kis dolgaikat, és egy ilyen ötletbörzeként, tehát egy cserebere is létrejöjjön. A szervezők úgy vélik, a kezdeményezést akár más ünnepekhez, népszokásokhoz kötődően is meg lehet szervezni. Ha a vendégek érdeklődnek, a könyvtár szívesen ad otthont ehhez hasonló kreatív összejöveteleknek.